Na hát meg is érkeztünk a területre, itt fogunk repkedni. Kíváncsi vagyok. Egész szép. Valahogy rakjálok le titeket. Hát ez... Na. Egész jó. Kamera. Kicsi pucolás nem állt neki. Szóval... Hazajöttem ciklusba, gyerekek. Sikerült a másik drónt gajra törni. De emlékeztünk is csak vissza, hogy hogy volt. Sikerült a medence mellé bevágnom szegényt. Aminek nem lettek túl kellemes végeredményei. És ebbe a drónba meg abszolút nem bízok, de az aksikat leszeretném meríteni, és már repülő hetedikem is van. Úgyhogy mindenképp fogunk repülni. Csak nem tudom, hogy mi lesz a végkifejlete. Remélem, hogy semmilyen gázos dolog nem fog történni, és minden jó fog működni. Legalábbis én abban reménykedem. Ez innen nem szabadul. Kamerát bekapcsoljuk. Nem tudom, mennyi hely van rajta. Hello. Na hát az egyik fele megvan. Most jön a érdekesebbik. Amúgy észrevettem, otthon tesztelgettem mindent, hogy minden működik, hogy hazaértem, és a szemüvegemnek az akkumulátorának a dugasza egy kicsit sérült, és nem 100%-osan működik, ezért néha csippog a készülék, mert azt hiszi, hogy le van merülve, holott még fullra tele van az aksia, tehát 4,18 volton van per cella, úgyhogy bőven jól vagyunk. Úgyhogy ha netán belecsippog a videóba, azért elnézést kérek. Remélem, hogy most nem fog. Nem. Jó, most pont úgy dugtam be, hogy jó legyen. Tuki. Welcome to OpenTX. Throttle warning. Switch warning. Tökéletes. Stingy működik. Na most ez nem Stingy, hanem Thor, csak ugye a Stingynek át kellett okjam a vezérlőt. Hoppá. Ez meg van szigilálva. Ugye Anglia, vagyis Ciprus, tehát repülőn nem lehet csak úgy szállítani. Ahogy neked kedved van, muszáj valamilyen formában leszizsiráld a konnektort, tehát lezárt, hogy ne tudjon belemenni semmi, és ne tudjon tüzet okozni, úgyhogy... Igen. Hát ez kész a repülésre. Most már egy probléma van vele, hogy hogy tokjuk le. Hogy az angol mondaná, bismillah. Kíváncsi vagyok. Teljesen. Ez egész jó. Amúgy olyan propellerekkel repülök, amihez még nem volt szerencsém. Ugyanis cseréltem volt egy ismerősömmel. És elég érdekes amúgy. Jól megy. Tetszik, van benne. Úgymond punch out. Tudjuk, hogy kivágtak volt egy fát, mert volt egy fa. Igaz, hogy itt vagy. Két hete nem repültem legalább. De nem is baj. Odakint is ilyen jól ment volna. Hmm.
Az ő van hangja. Nem a legjobb spottes, még itt is vannak, de hát mit csinálni az ember. Szint a fa lett a vége. Ráig mentettük. Ez jó lett. A második legalábbis. Hát ez... Ennyi vagyunk, 3-5-5. 3-6-6. Köszönjük. Valami megtámadta a fejemet. És a kamerának azt mondta, hogy ez van. Mi van gyerekek, olyan tapintot vettetek egy hátast? Ha? Hát minden vállalkozásomat felülmúlta, ami azt illeti. Na gyerünk már, bír meg állni valahogy. Azt sem tudom szegényt, hogy tegyem. Szóval minden várakozásomat felülmúlt, az az igazság, tehát nagyon jól megy, és meg örvendek is. De hát ugye már végül is másodlagos túlnapot vett lesz rakva, mindenhol nem tudok olyan könnyen leszállni, mert a felszállás és körülményes, ha úgy van, hogy van, hogy egyenetlen a talaj, vagy egy kicsi helyen kell manőverezni, de egész jó. Ez pont melyik akkumulátorom volt. A megérdezett, hogy akkor ez volt tökéletes, és a másik lesz az jó. Na mindegy. Ja, ezzel az aksival fejszer feltem a hangot. Csak úgy mellékesen, szóval... igen. Most ő ilyen. És kap egy kis... reptetést. Telemetry recovered. Most úgy látszik, hogy jó napon van. Még a vetetés megy. Hoppá. Kell gondolkoztak, hogy milyen trükköket fogok csinálni az utolsó aksira, mert az lenne a lényeg, a show. Úgyhogy... lássuk. Na már. Tudom én itt végig menni. Itt bemenni. Nem igazán jut eszembe semmi kreatív dolog, az az egyetlen bajom van. Ezeket a helyeket már mind ismerem, sem már mindent megcsináltam. Megmentve?
egyenesen pedig nem tudod látni. Még van egy kicsi kakaónk. Remélem a gófolt nem hagytok, én is gófolt a kukot. Hoppá. Telemetry lost. Szóval jöttél? Úgy tűnik, hogy nem lazult fel semmi se, úgyhogy... Ezt kell egy kicsit feljebb. Így idesgetnem. Hogy szép. Még jó az, még van egyszer propellerem, szóval nem aggódok. Nagyjából jó lesz. Nem érzek plusz remegést. Csak jó lesz. Na úgyhogy, utolsó aksi. Ez már cinematikus lesz. Remélem. Ha bár nem gyakoroltam semmit az előző két aksival. Ugye az lesz, amelyik megy a Facebookra, meg az egyebekre. Vagy lehet inkább csinálok egy összevágást, mit szóltok? Az a helyzet, hogy az egészet végig pofáztam, szóval... Na mindegy. Megy el ide. Működik? Telemetry recovered. Úgy tűnik, de rendben. Telemetry lost. Telemetry recovered. Igen, amúgy hibás a konnektorom. Csak nincs helyettesítő. Úgyhogy... Azzal megyünk, ami van. Lássuk a nagy medvét. Remélem, hogy ez nem lesz nagyon zajos. Mi az, hogy nem zajos? Ez nagyon zajos. Nagyon zajos.
Most már csak jobb lesz. Arra megyek, hogy is melek. Jónak tűnik. Csapantunk az Ki kell cseréljem ezt az konnektort, csak nincsen plusz. Nincs. Kell rendeljek. Na jó, három aksi le van merítve. Ahhoz képest tök jó. Tehát nem erre számítottam. Jó van. Összintén legyen. Az igazság, hogy azt hittem ez a drón sokkal rosszabb volt, mint volva. És a legutoljára is meglepett, és most is, hogy milyen jól megy, pedig ő kapta a nagyobb luftot, a múltkori nál is. Ugyanis ő ment fel a falra, vagy négyszer, ötször. Úgyhogy bánom, hogy nem őt vittem, mert biztos túlélt volna egy olyan esést. Ez van, ezt kell használni. Szeretem, csak melegek a motrok eléggé, mondjuk végül is mindegy, meg volt hajtva az előnyom. Egyelőre ezzel fogunk repkedni, csak mint mondtam, ez botomont is annyira ez az ok miatt nem szeretem, mert nehéz lerakni helyekre, például, hogyha le akarom, aki csak olyan helyre tudom lerakni, ahol
egyenes. Szerintem mindenki tesz a kutyát felkötöttem most a helyen, mint ahogy hallhatjátok. De nem baj, mert megértem. Úgyhogy, ja. Nem baj, következőkon megyünk valami érdekesebb helyre, ez csak úgy egy kis plusz, hogy visszajöttem, úgyhogy fognak forogni a videók ezzelrel. Mindenesetre köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!